Kedves nézőink, ma esti záró műsorunkat azoknak ajánljuk, akik egy kis zenére vágynak. Ma is népszerű előadókat láthatnak viszont a most következő két órában, a két házigazda Borbás Mária és Rózsa György, tehát hamarosan szombat este. Figyelem, a TV Mikulás arra készül, hogy nagy örömöt okozzon. Puttonyából meglepetés vár valakire, ezért várjuk Önöket. Ne felejtjék, december 1-én egy nagy számjáték indul a Közszolgálati Magyar Televízió 2-es műsorán. Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kedves nézőink, kedves vendégeink! Köszöntjük Önöket a Magyar Televízió exkluzív zenei klubjában. Mindenek előtt köszönjük leveleiket, ötleteiket és javaslataikat, amelyeket már ebben a műsorban is figyelembe vettünk. Természetesen továbbra is várjuk kéréseiket, kiket szeretnének látni a műsorunkba, kiket hívjunk meg ide a klubunkba. A szerkesztők azon fáradoznak, hogy minél többük kívánsága teljesüljön. No és persze a megfejtéseket is várjuk, most is kaptunk, majd lesz eredményhirdetés is. Mindenek előtt azonban hallgassuk házi zenekarunkat, a Rockfortot. Ha szárnyaidat keresnéd, hidd el, nem találnád, de egyszer még úgy repülnéd, hogy érezni a szabadság. Honnan jöttél, még nem tudod, de valaki válaszol, hát gyere és szól. Van még egy hely, ahol minden a szépen szól. Van még egy hely, ahol minden a szépen szól. Van még egy hely, van még egy hely,
Csak a holnap ége, csak a nap ragyogja, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogja, csak a nap az ége, nekem semmi más nem, soha ne gyere, ha most nem jössz, soha ne szeress, ha most nem vagy itt, soha ne gyere, ha most nem jössz, soha ne szeress, ha most nem vagy itt, A Republik együttes minden eddigi lemezének volt egy üzenete. Ennek a 10. jubileumi lemeznek mi az üzenete? A zászlók a szélben a címe, és hogyha tényleg komolyan akarod, hogy válaszoljak, akkor komolyan elmondom, ha egy mondatban kell. Nem biztos, hogy aki angolul beszél, az sokkal többet ér. Köszönjük, és melyik dalt hallhatjuk? Ha még egyszer láthatnám. Ha megkérdeznék, hogy mit nem mondtam el, van-e még szó, amit mondani kell? Van-e még szó, kimondható, ha megkérdeznék? Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer láttam már, kérlek újra, segíts nekem. Ha még egyszer itt lennél, simogatnám, mint a szél, nélküle nem érezheted, bárki mondja, el ne hidd. Hiába volt a sok beszél, a szívedben őrizd tovább, és el ne hagyd senkiért. Ha megkérdeznék, hogy mit nem mondtam el, van-e még szó, amit mondani kell? Van-e még szó, kimondható, ha megkérdeznék? Csak annyit mondanék, ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer láttam már, kérlek újra, segíts nekem. Ha még egyszer itt lennék, simogatnám, mint a szél, nélküle nem érezhetem, bárki mondja, el ne hidd. Hiába volt a sok beszél, a szívedben őrizd tovább, és el ne hagyd senkiért. Bárki jönne, aki helyemre lép, mondd el neki, milyen szép volt a nyár, a szívedben égjen a láng, égjen a tűz még tovább. Ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer láttam már, ha még egyszer itt lennél, simogatnám, mint a szél. Ha még egyszer láthatnám,
egyszer itt lennél. December 2-án ünnepeljük a rádiózás napját. Ebből az alkalomból ünnepi koncertet rendeznek majd a Zeneakadémián. A koncert egyik műsorszáma lesz Malek Miklós trombita versenye, amelynek az ős bemutatója a nyáron volt a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Most a harmadik tételből következik egy részlet. Érdekes este volt, hiszen előtte is, mármint az előadás előtt is, utáni zuhogott az eső, villámlott, szélvihar volt, viszont erre a másfél-két órára teljes szélcsend volt, hogy még csak a mikrofonokat zavarja a szél. Nagyon szereti az ég ura. Köszöntöm, és hálát is adtam neki, hogy itt történt. A szólista Geiger György volt. Beszéljünk. Itt az alkalom, itt a szerző. Hát milyen a mű? Három tételes. Ne ér. Csaktán nem. Mint ahogy illik egy rendes trombita versenyhez. És én megmondom őszintén, gondoltam, hogy ő előbb-utóbb fog írni egy trombita versenyt, illetve egy darabot, ha nem is számomra, de egyáltalán trombitára, amivel én azt jól tudtam, hogy ő trombita művész. Lehet, hogy sokan nem igen? tudják, Malek Miklós trombita művész. Mégpedig... legnagyobb tisztelői közé tartozom. Én még a picike főiskolás voltam, mikor ő már nagy főiskolás volt. Egy-két évvel talán azt hiszem fölöttem járt. Szóval, de már akkor is az Express zenekarban, szóval egyébként is tiszteltük, mint hangszerelőt, meg hát az Express zenekar tudtuk, hogy zeneileg ő vezeti, vagy legalábbis egyik a vezetőknek. De a lényeg az, hogy ő végül is trombita művész lett, és gondoltam, hogy hát egy ilyen diplomával és egy ilyen pályafutás közben,
Hát nem állhatja meg, hogy egy komoly darabot ne írjon, vagy egy komoly talant. Én elfogadtam volna tulajdonképpen egy komoly talant is, de én úgy néz ki, a rádióság egyébként meg is írta, hogy ez egy komoly kortárs zenei darab lett, és azt hiszem igazuk van, mert a könnyű zene eszközeit valahogy kihagyta, vagy csak csinyán bánt vele. Mindenki a pályája során, és még én is csiszolódom, tehát összegyűlik olyan zenei mondani való, ami nem kimondottan könnyű zenei. És mint hangszerelő, sokat dolgozom szimfonikus zenekarral, és egy kis adósság is a hangszerem felé. És most nem az a lényeg, hogy én olyan művet akartam írni, hogy megmutassam magam, csak a trombitát. Csak a trombitát, hogy a trombita mit tud játszani ma. Maradjanak velünk, és jó étvágyat, iszogassanak, eszegessenek, mi pedig hamarosan Adam és Annával folytatjuk a beszélgetést, előtte azonban egy zenés névjegy. Milyen szép a lángja. Nincs a nyugodó fék, nincs a fogó fék, és csak azt tudom, hogy ő még csak most üzenét. Ringasd el magad, ringasd el magad, ha senki nincs fiel, ringasson, ringasd el magad. Ebből a gazdag múltból 40 dal került erre a dupla CD-re, a Kék asszony és a Ringasd el magad, a két cím. Miért pont ezt a 40 dalt választotta? Azt szokták mondani szép szóval, hogy sok rétegű az életmű. 1967 és a 97 között írt, létrejött, játszott nagy dalokat tartalmazza tulajdonképpen. A kiadó kívánsága az volt, és az elvárása is, hogy elsősorban azok a dalok kerüljenek a válogatásba, amelyek már az úgynevezett élő legendák, amelyek klasszikussá lettek, amelyek ismertek, szeretett nagy dalok, és bizony azok a generációs dalok, amelyeken már az időnél fogva és generációk nőttek fel. Mi volt a másik? Generációk hallgatták őket, bizony ezekből merítettek életfilozófiát. A másik elvárás az a magam elvárása volt. Én nem tudtam elképzelni másképpen, hogy rá ne kerülhessenek azok az úgynevezett saját szójátékommal magánszerelem dalaim, vagyis azok a dalok és szongok, amik nagyon fontosak, különös dolgokat fejeznek ki, de nagy értékek talán nincsenek annyira a köztudatban. Nem túl, hogy mondjam, vad tőlem az az asszociáció, hogy vajon miért került ez a megkötözött kezű kép a lemez belső oldalára? Azt hiszem, élt abban az időben, ugye? Há, hogyne? Én is. Mégpedig így. Nem volt az egyszerű, csak az ember nem panaszkodik. Az a korszak volt, ez a korszak, annak azok a nehézségei, ennek ezek a nehézségei. De ez komolyan? Azért került ide ez a kép? Azért került ide, ez lényegében azt a korszakot ábrázolja, vagyis legalábbis némi ízelítőt ad azoknak, akik netán elfeledkeznének róla, hogy bizony lekötözött kezekkel és mások által lekötözött kezekkel kellett szabadon írni, szabadon gondolkodni, hiszen az írás és a dalok számomra mindig csak a szabadságot jelentették, és én a dalokban vagyok szabad. Örülünk, hogy önt is most már a klubtagjaink közé sorolhatjuk. És akkor folytassuk egy visszatérő vendéggel, Sánta Ferenccel, aki a múltkor lányával, Sánta Beatrixel adott elő egy művet. Most bővült a csapat, elhozta fiát is, aki a Münsteri Szimfonikusok tagja és szólistája, amit előadnak, Sarasate Navarra című műve. Thank you.
10 éve láthattuk utoljára színpadon Pataki Éva, Edit és Máréne című darabját, Kutvölgyi Erzsébet és Hernádi Judit voltak a főszereplők. Most a Rutka Éva Színházban kezdődött egy különös vállalkozás, két popstár a főszereplő ugyanebben a darabban, Csepregi Éva és Vince Lilla. Hogy kezdődött ez az egész? Tulajdonképpen nem a mi ötletünk volt, hanem a színház vezetői Szalai Zsolt és Nagy Miklós, aki egyébként a férfi főszerepet is játta és rendezi is a darabot, ötlete volt az, hogy ezt a két énekesnőt mi alakítsuk. Én tudom, hogy ti játszotok más darabokban is a Rutka Éva Színházban, Éva egy monodrámában. Igen, a Shirley Valentine-ban. És igen. Mi pedig együtt kezdtük színpadi pályafutásunkat Vince Lillával, igen. Dolog, bizony, így van. Életünk első színdarabjában együtt játszunk. A Tél Magnóliában. A Magnóliában. Te vagy a főszereplő. Én csak a Valeri vagyok. Ez az Edit és Marlene, ez azért egy nagyon nagy felelősség, ha szabad ilyen rossz szót használnom, mert itt két nagyon ismert, igazán nagy sztárt kell alakítani. És mi is énekesnők vagyunk, tehát valahol nekünk is ott kell lenni ezekben a bőrökben. Esetleg utánozni azt a stílust, vagy emlékeztetni valahogy a színházi nézőket arra, hogy hogyan énekelt mondjuk Edith Piaf, és hogyan énekelt Marlene Dietrich? Valamennyire igen, de én nagyon óvtam magunkat, vagy magamat ettől. Féltem attól, hogy esetleg valami fajta ügyetlen paródia lesz a dologból. Néztem egy pár olyan filmet, fotót, ahol vannak gesztusok, vannak olyan odanézés, egy kacsintás, egy integetés. Láthatnék én mondjuk egy vagy két ilyen gesztust, ahogy az nagyon bennem Marlene maradt. Viselkedik? Igen, ahogy énekli a lusta lány, és akkor odamutat valakinek, többször is, hogy őróla van szó, és akkor egyet kacsint, és még oda is integet neki. És a Piaf? Piafra pont az ellenkezője az érvényes. A Piafnak az volt a csoda, hogy a kisnő az soha nem mozgott igazán, nem gesztikulált, ha bár, de nem mondok igazat, mert a keze volt, az keze élt, a keze élt és a szemei. Tehát ő nem azzal a mozgáskultúrával, ő kiállt a színpadra, megállt a levegő, és egyszerűen hihetetlen volt a lénye. No, rien, rien. Thank you.
Csepregi Éva előadásában a Zágmir Vodi Blumenzin, az a Hova tűnt a sok virág című híres Marlene Dietrich slágert. Zongorán kísér az előadás zenei vezetője Szirtes László. Sok sírkeret, már az ég is sír
környéken. Hova tűnt sok sírkeret? Elkorhat régen. Hova tűnt sok sírkeret? Az ember meg nem érti. Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van így? Hova tűnt a sok világ? Mi a hegyből részén áll? Hova tűnt a sok világ? Elhervadt régen. Hova tűnt a sok virág? Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van így? Levélíróink közül sokan kérték, hívjuk meg klubunkba Malek Andreát. Megtettük, két hét múlva vendégünk lesz. Most egy klipjét látják. But I know it isn't spring. I am starry-eyed and my glitter stones tilted like the nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when I know wishing I was somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. Ahogy a mai klub találkozónk elején Borbás Marcsi már megígérte, ma is felteszünk néhány rejtvénykérdést, egészen pontosan hármat, ám előbb engedelmükkel a múltkori megfejtések. A koráldal címe Homok a szélben. Az énekegyüttes a King Singers és a görög zeneszerző Mikis Theodorakis. Sorsolás után a három nyertesünk, akik nagyon szép CD-ket nyertek, Koncz Mária, Nagykáta, Lovas utca, Tóthegyi Ferencné, Budapest, Darus utca, és Horváth Mónika, Kaposvár, Petőfi utca, mindhármuknak szívből gratulálunk, és akkor már is az első kérdés, a mai első rejtvénykérdés. Melyik zenekarban játszott korábban Malek Miklós? A címünk pedig Szombat este, Magyar Televízió, Budapest, 1810. Most pedig hamarosan Víg Andrea hárpaművésszel beszélgetünk, aki a Forrás Kamara Zenei Műhely egyik alapítója. Előtte azonban az ő előadásában hallgassuk meg Turnier koncertetű című művét. Thank you.
Tehát Víg Andrea hárfaművész is vendégünk, aki, mint elmesélt, az elmúlt heteken egy óriási nagy sorozatban vett részt. Elmondaná röviden ezt a sorozatot? Volt egy szólóestem kedden a Zeneakadémia nagytermében, ahol hárfa versenyeket, hármat játszottam el egy este alatt. Majd ugyanennek a hétnek a szombatján és vasárnapján a fesztivál zenekar kíséretével, Kocsis Zoltán dirigálásával Debussy két táncát játszottam szintén a Zeneakadémia nagytermében. És ugyanezen a héten megjelent két szóló lemezem. Hát gratulálunk! Én azt mondtam, hogy pénteken mit csinál? Abból a szempontból egy kicsit talán mostok a hangszer, nem a hárfa. André egyetette velem, hogy ugye a hegedű virtuózokat mindenki ismeri, a zongora virtuózokról nagyon sok szó esik. A hárfa virtuózokról kevesebbet tudunk, bár azt kell mondanom, hogy egy nagyon szép ismertető készült önről, és ebből én egy kicsit puskázok. Csak egy kritika részletet Kerényi Mária írta az Új Magyarországban tavaly, hogy Víg Andrea káprázatos technikája és személyes kisugárzása, meggyőződéssel állítom, jogosítvány egy világkarrierhez. Na most ez a világkarrier el is indult. Mondjon egy-két állomást. A legfontosabb, hogy egy lemez sorozattal léphetek valóban a világ elé. Igen, ez itt van a kezemben, hát egy hárfaművésznél, ez igazán fantasztikus. Hány darab? Össze-vissza elkönyv, 2, 4, 6, 7, és a legújabb a 8. Így van, így van. Hát ez egy nagyon nagy öröm, és egy nagyon nagy szerencse, mert ez a kapcsolat úgy kezdődött, hogy kerestek egy fiatal, de még nem sztár hárfaművészt, aki legyen nagyon tehetséges, és minden paraméterrel rendelkezzen, ami hát ehhez az pályához szükséges. Rám esett a választás, nagy örömömre, és hát nagyon, nagyon klassz dolog ez. Azt írják itt, hogy 93-tól állandó résztvevője a Budapesti Fesztivál Zenekar hangversenyének, 93-91-ben részt Berlinben és Lisszabonban tartott koncerteken, a salzburgi ünnepi játékokon, 95-ben a világhírű Solti György által vezetett európai turnén, a Bartók évforduló alkalmában rendezett hangversenyeken Németország, Párizs, Carnegie Hall. Így van, ez egy gyönyörű időszak volt. Nagyon, azért mondtam el maga helyet, mert látom, nem akar dicsekedni semmiképp. Nagyon-nagyon szívesen emlékszem rá vissza, és meghatározója a pályámnak és az életemnek, és boldog vagyok, hogy ebben részt vehettem. A fesztivál zenekarban, mint az együttes közreműködője. Ezt hozzá kell, hogy tegyem. Fantasztikus élmény volt Solti Györgyel dolgozni, és a többi világsztárral, akit a fesztivál zenekar megnyert. Következő vendégünk már várakozik a bejáratnál, ahogy illik, egy igazi klubban, maga előtt beküldte a zenés névjegyét. Szükségem van reád, hogy jó kedvem legyen. Mikor emlékül írtál egy dalt nekem, mikor szótlanul nézted a két kezem, vártam, hogy eljön a fiú egy éjszakán. Vártam, hogy eljön és kedved ölel. Életed egy múló pillanat, csak tarka kép, Életem, amit én. Ne várjon, ne várjon, tötte, ne tudom.
hiszem veled. Többre már nincs erőm, én elmegyek. Judithka, Isten hozott mi nálunk. Én ugyan emlékszem arra, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt újra megvillantál a televízióba, de vagy két esztendeje lemezed nem jelent meg, és nem is nagyon láttak a nézők, azt hiszem. De most 25 percre felvillantottam magam, ugye? Az igaz, de hát mi történt ez alatt a két év alatt? Mindenki ezt kérdezi, és én mindig csak azt tudom válaszolni, hogy jól vagyok, dolgozom. Látod, hogy mennyien aggódnak. De tényleg jól vagyok, dolgozom, és hát tulajdonképpen minden új körülöttem. Egy kész, komplett nagy lemezem van, ami csak arra vár, hogy kiadjuk. Mert úgy volt, hogy idén karácsonyra megjelenik, de sajnos... Közbeszólt Céline Dion, mert énekelek egy dalt tőle, de sajnos a szerzői jogok miatt muszáj volt várnunk, úgyhogy ebben a karácsonyi mostani harcban nem fogok részt venni, ellenben Parsangra olyan február környékén megjelenik. Judit, ahogy beszélsz, látszik rajtad, hogy tele vagy energiával. Igen, szétrobbanok. Mondd, ez az új Szűcs Judit korszak, hogyha beszélhetünk erről, ez egészen el fog térni a régitől? Egy új Szűcs Juditot látunk? Van egyáltalán benned valamiféle igény a változásra, vagy a változtatásra? Hát igény mindig van, mindenkinek van valamilyen fajta igénye. Én nekem az igényem csak az, hogy ugyanezt még jobban, még magasabb színvonalon mívelni. Éppen ezért egy olyan... Diszkózene lesz? Nem mondhatnám, de van természetesen rajta egy-két olyan dal is, ami diszkóban is lejátszható, miért ne? És a sors összehozott végre egy olyan szerzőpárossal, Mennyhárt Jánossal és Miklós Tiborral, akik nekem gyönyörű dalokat írtak. Ebből egy meg is jelent a Sztárok a pálma alatt CD-n. És ez a dal végül is a címadó dala lesz az új nagy lemeznek. Hogy állunk? Házasság dolgában. Hát nem azt mondom, hogy friss elvált vagyok, de egy olyan 3 éve elváltam. A lányommal nagyon boldog vagyok, hát a legnehezebb korszakban vagyunk, ugye hát 13 éves lesz, és már engem elhagyott, úgyhogy nekem a legmagasabb cipőket kell felvennem. Nem énekel, hanem kosárlabdázik, mert nagyon magas. És ez nagyon szereti, és ez jó neki. Persze ez az éneklés, nem kizáró oka valakinek. Van hangja, de nem erőszakolom. Egyszer odahaza, amikor félfüllel a nappaliba behallgattam, akkor hallottam, hogy Jézusom, valaki énekel. Mert szoktam otthon... számot énekel? Nem. Szoktam otthon gyakorolni külföldi énekesektől, mert az engem inspirál. Sok mindent el tudok onnan csaklizni. Hajlításokat, szóval érdekes dolgokat, és egyszer csak látom, hogy a lányom a mikrofonnal áll a nappaliba és énekel, de neki nem is kellett hozzá a szöveg, úgyhogy angolul teljesen kívülről énekelte a dalt. Hát 13 éves koromban meg kell mondanom Szűcs Judit lemezre, én ugyanezt csináltam a barátnőimmel a lakásban, szétapott teleket. Jó kis pörgős szoknya, tudod, ez volt most a... És melyik dalra táncoltatok olyan szívesen? Hát táncolj még. Csak a táncolj még, de ez egyetlen. Istenem, ha még azt megérhetni, hogy egyszer majd a Marcsi Szűcs Judit dalokat énekel itt a klubunkban. Ki tudja. És hát mit énekel? Hát most ezt a dalt szeretném elénekelni. Ezt a bizonyos kedvencemet, amit már nagyon sokan hallottak, és remélem sokan várják ezt az új CD-t. Mit tegyek, hogy érezd? Mint egy árnyék állt az ágy előtt, borzong egy csodát egész estemen. Itt vagy csókod és a fül előtt, de nem vagy már enyém, éjszem. Ha egy más élet vár, ahol fönt jár a fényben, ott, hol minden a tiéd. Hogyha nem számít már, amit mellettem érzel, mondd ki bárra, nem elég. Álmok ülnek, tested lángban ég, így simult hozzám, mi a gyermekként. Engem nem kínzott így a vágy és a féltés, senki másért soha még. Mondd, mit tegyek, hogy